malkeno, avinu malkeno, avinu malkeno, hanenu vanenu, kiemanu masin. Asei manu, zaka vachesed, asei manu, zaka vachesed, veoshienu. A zsidók őszi ünnepeinek sorában, Rosh Hashanah, Yom Kippur után, a szukott, a sátoros ünnep a harmadik. Ez egy örömünnep. Ekkor minden zsidó az legősibb idők óta boldog, hogy le tudta szüretelni a termést, hogy a termés bő volt, hogy lesz újból, mit egyen egy éven keresztül, hogy munkája nem volt fölösleges, hogy az Isten megáldotta a termést, és segített azon, hogy minden zsidónak legyen mit enni. Ugyanakkor azért mondják sátoros ünnepnek, mert a zsidók arra emlékeznek, hogy sátorban laktak, akkor, amikor kivonultak Egyiptomból, hogy sátorban laktak Izrael földjén. Ugyanakkor ez emlékeztet arra, hogy a gálutban, az elszórottságban a zsidónak a lakása csak ideglenes, hogy mindig készen kell legyen arra, hogy egy újabb és egy újabb házat építsen magának. Ezért minden évben építenek egy sátrat, egy kaibát, ahol a tradíció szerint 7 napon keresztül esznek, imádkoznak, és egyesek ott is laknak, ma már inkább jelképesen. Buri hátva dajnaj, el a héni meleg hajlamba hajré, pöri hagófen. Buri hátva dajnaj, el a héni meleg hajlam, áncer buhár buni mikolom. A sátoros ünnep alkalmákon az imánál használják az eszrogot, ez egy citromra hasonlító gyümölcs, és izraeli növényvilágot jelképező csomót, ez az eszrog és luláf, ahogy mondják, eljutott mindig, még a legnehezebb időkben is, a legnehezebb elnyomatások alatt is az zsidó közösségekhez. Az őszi ünnepek sorában az utolsó a Simchat Torah, a Tóra öröme. Ekkor kezdik újra és újra olvasni a Tórát, Mózes 5 könyvét. Ez is egy örömünnep, a Tórával, a szent tekercsel táncolnak a templomban és a templom körül, hisz a Tóra, Mózes 5 könyve, a zsidóság élete. Mindent el lehetett venni a zsidóktól, de a Tórát, a szent könyvet nem. A bölcsesség könyve végig kísérte és kíséri a zsidóság életét. Simchat Torah, a Tóra ünnepe, mondhatnák a tanulás ünnepe, a tudás utáni szomj ünnepe. Avinu malkenu, avinu malkenu, avinu malkenu, hanenu vanenu, kihei vanu.